Köszöntöm nézőket, Kovács Miklósnéval beszélgetünk a György István Katolikus Általános Iskolában. Javában tartanak már a tanórák, azaz elkezdődött a tanév, de hogyan is indult ez a 2022-23-as tanév? Nagyon gördülékenyen indult, hiszen a tankönyvek időben megérkeztek, augusztus 15-én már itt voltak, és így augusztus 22-én, 23-án a gyerekek át tudták venni a tankönyveket. Így volt idő megismerkedni vele, befedni, táskába tenni, és ma reggel, amikor megszólalt a csengő, mindenki örömmel foglalhatta el a helyét az iskolapadban. Hány kis elsős érkezett? 40 kis elsős érkezett az iskolánkban a 2022-23-as tanévben. Gondolom, hogy a nyolcadikosoknak lesz most a legnehezebb, hiszen azért nekik dönteniük is kell az év során. Itt gondolom az osztályfőnökök erre majd külön figyelnek, de hányan vannak ők? 47 nyolcadikosunk készül, és bízunk benne, hogy a továbbtanulásra fognak készülni mindannyian. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a továbbtanulásra felkészítsük a gyerekeket már tulajdonképpen első osztálytól kezdve, hiszen évek óta van egy olyan tanítás nélküli munkanap az iskolánkban, amikor csak a pályaválasztással foglalkozunk, de természetesen, ahogy nőnek a gyerekek, erre egyre több hangsúlyt fektetnek az osztályfőnöki órákon is. Így volt már ez a tavalyi évben is a mostani nyolcadikosoknál, hogy hetedik osztályban már a pedagógiai intézettől, aztán az iparkamarától kértünk külön előadókat, illetve volt olyan szerencsénk is, hogy busszal utazhattak el a gyerekek üzemlátogatásra. Tehát én úgy gondolom, hogy így 8. osztály elejére azért már lassan, meg úgy engedjük el 7. év végén a gyerekeket, hogy azért úgy gondolkodjanak rajta, hogy hova szeretnének tovább tanulni. Annál is inkább, mert itt van hamarosan december, hiszen ahogy elkezdjük az iskolát, aztán nagyon gyorsan telik az idő, és decemberben kell nyilatkozni arról, illetve elküldeni a jelentkezési lapokat, aki központi írásbeli felvételit szeretne írni. És addigra már el kell dönteni, hogy hol szeretné ezt megtenni. Akkor gyorsan fognak telni a hetek, hónapok. Gondolom, hogy azért már az iskolai programok is kezdenek összeállni. Igen, az elmúlt hetekben, napokban ezen dolgoztunk a kollégákkal. Alakuló értekezletünk volt, lelki gyakorlaton voltunk, aztán munkaközösségi foglalkozások voltak, és a tegnapi napon volt a tanévnyitó értekezletünk, amikor minden munkaközösség, munkacsoport, felelősök a nevelőtestület elé tárták, hogy milyen terveik vannak az tanévre, és akkor még most jön az összesimításnak az időszaka, és aztán elkészül a végleges munkaterve az iskolának, amely bátran mondhatom, hogy nem lesznek unalmas napjaink, hiszen már most érezhető, hogy minden napra jut valamilyen feladat. Örülünk annak, hogy itt lehetünk, és azok a rendezvények, amelyek eddig az elmúlt évek alatt háttérbe szorultak, most mind szeretnénk megvalósítani. Reméljük, hogy sikerülését az előbb már egy mondatra említette a kollégákat. Hányan kezdték a tanévet önöknél, pedagógus kollégák? 28 kollégánk kezdte a tanévet, 4 új kollégánk érkezett ebben az évben. Matematika vonalon technika, testnevelés, könyvtár, és a napköziben erősítik majd a nevelőtestületünket ők. És hát úgy tudom, hogy mai naptól már aki igényelt az érkezésre, annak a számára ez biztosított? Igen, biztosított. És bekapcsolódik-e az iskola gyümölcs programba az iskolában az évben? Erről a fenntartótól még nem kaptunk értesítést, de az iskola tejprogramba bekapcsolódunk. A 7-4 napján kapunk tejet a fenntartó jóvoltából, és akkor ezt fogjuk majd a gyerekeknek továbbítani.